Üzenet a Templomhegyről, Jeruzsálemből, Kent Bailey profétai felhívása. Kent Bailey vagyok a Templomhegyről. Egy üzenetet szeretnék átadni ma a világ nemzeteinek, mint az Úr profétai hangja. Üzenet a gyülekezetnek és a világ népeinek. Néhányan azt gondoljátok, hogy az élet vissza fog térni a normális kerékvágásba, mert úgy tűnik, hogy a vírus, a járványos betegség véget ért, a COVID-19, és az élet valahogy vissza fog térni abba a kerékvágásba, ahogy korábban is ment. De azt mondom nektek ma innen Jeruzsálemből, hogy ez nem fog megtörténni. Az Úr felgyorsítja a proféciák beteljesedését, hogy így eljöjjön a vég. Mindennek a vége hamarosan itt lesz, akár hiszitek, akár nem hiszitek, de mondom nektek, hogy ez igaz. Az Úr szereti a népeket és a nemzeteket. Eljött csak nem 2000 évvel ezelőtt, és egy kíméletlen, rettenetes halált szenvedett. Eltemették, majd feltámadt. Így adott mindannyiunknak lehetőséget az örök életre. Akkor, ha megtérünk a bűneinkből, és a hitünket, bizalmunkat belévetjük. Az Úr mindannyiunkat figyelmeztetni akar, hogy a vég hamar jön, és ő hamarosan visszajön, hogy végét vessen annak a gonoszságnak, ami ezen a földön van. El fog következni a 7 éves nyomorúság, utána pedig az ő milleniumi királysága uralkodása a földön. Nincs sok idő. Az Úr olyan jó, ő azt akarja, hogy mindenki térjen meg, és senki ne vesszen el. Ő nem leli örömét abban, hogy bárki az örökkivalóságot azon a helyen töltse, amit pokolnak hívunk. Ami egy valóságos hely. Nehéz a szívem megterhelve a földön lakó emberek miatt. Ahogy látom az ukrajnai háborút, látom, hogy a globalizmus vezetői hogyan akarnak diktátorként cselekedni, a népeket ellenőrzésük alatt tartani, és nagy örömük telik abban, hogyha mindenféle lezárásokat csinálnak és kontrollálják az embereket. A világ kormányai tulajdonképpen azon dolgoznak most, hogy egy világkormányt hozzanak létre, egy világvallást. Ezt látom ma Jeruzsálemből, innen a Templomhegyről, és megosztom veletek, hogy az Antikrisztus és a hamis proféta, ahogy azt a Bibliában találjuk, itt vannak már a földön. Még nincsenek nyilvános pozícióban, de ez a két ember már él a földön, várva, hogy színre léphessenek. Mihelyt a gyülekezet elragadtatik, színre fognak lépni. Sátánnal együtt ez a szentségtelen háromság, a sátán, az Antikrisztus és a hamis proféta. Hatalmat vesznek és uralkodni fognak a 7 éves nyomorúság idején. Annyira közel vannak ezek, nem fogunk visszatérni a normális dolgokhoz. És nem jobb lesz, háborúk fognak kitörni. Éhség jön a világra, és nehéz idők. A közel-keleten is harcok lesznek, a Gog-Mágog háború is közeleg, és folytathatnám. Annyira rövid az idő, bátorítani szeretnélek mindnyájótokat, hogy bátran hirdessétek a Krisztusban való hiteteket, és figyelmeztessetek másokat arra, ami jönni fog. Hamarosan nagy harcok és csaták lesznek, itt a Templomhegyen is, hogy hogyan kezeljék Jeruzsálemet. Az emberek meg akarják osztani Jeruzsálemet, ez pedig harcokhoz fog vezetni növekvő mértékben. A feszültség nőni fog. Itt a Templomhegyen is, ahol az emberek harcolni fognak afölött, hogy mi legyen Jeruzsálemmel. És mit tegyenek a Templomhegyjel. De a harmadik templom fel fog épülni.
Éppen itt fönt, ahol állok most, a pusztító utálatosság meg fog jelenni. Itt körülöttem, ahogy körbenézek, látom az olajfák hegyét. Látom azt a helyet, ahova Krisztus le fog szállni. Le fog jönni. Ő hamarosan vissza fog jönni, hogy találkozzon velünk a levegőben. Imádkozzatok Izrael békességéért és Jeruzsálem békességéért. A Jákob nyomorúságának ideje közeledik. Imádkozzatok. Az Úr áldjon meg minnyájatokat.